Kedves fiatalok, akik régen voltak fiatalok, és aktuálisan fiatalok mindnyájan. És itt rendhagyó lesz ez a prédikáció, igehirdetés, úgy a mellett. Ez egy katekézis, szeretne lenni. A délelőtt folyamán Csányi atyát hallották, aki nagyon szépen bemutatta az alapokat, az egyház tanítását, a házasságról és a családról, és a szentírási alapokat is. Én ezekre építkezve szeretnék tovább lenni, hogy mit mond az egyháznak az életről, az életnek a védelméről, és aztán arról szeretnék még szólni, hogy hogyan készüljünk, mi az, ami nagyon fontos a házassági készülőben a tisztaságból, és hogy így aztán örömmel és beteljesült legyen a házassági és családi életet. Mondottam, hogy ez a gyümölcsoltó boldogasszony ünnepe milyen a nagy öröm és ajándék. A megfogant egy emberi életet és az ünnephez, ez az ünnep pártfogol minden megfogant emberi életet. Már a teremtés könyve ott hallható, kimondja, hogy minden élet forrás Isten, és hogy ezen belül kiemelkedő érték az ember, aki Isten képmására lett teremtve. Az ember élete a fogantatás pillanatától újabb tisztelet életében, és védeni kell. Szent Ján II. János Pál pápának megjelent annak idején egy apostoli buzdítása, enciklikája, Evangelium Vitae, az élet evangéliuma címmel, és ebben ezt mondja, az ember élet értékek kezdetétől az végig is szent. Azt is mondja még a pápa, hogy az ember élet, mint a földön nézem, szent a valóság, ami rám bízatott, hogy felelősen vigyázzunk rá, és tegyük tökéletessé azáltal, hogy Istennek és a vele barátnak odaajándékozunk magunkat a szeretetben. És ez áll a házasságra, az életnek a közvetítőjére, így folytatja tovább a Szent Atya, Isten saját képére és hasonlatosságára alkotott férfi és nő megteremtésére meghívja őket arra, hogy részesé legyenek az ő szeretetének és teremtő atyai hatalmának azáltal, hogy szabadon és tudatosan részt vállalnak az emberi élet ajándékának próbálkozására. Vagyis a férfi és a nő a házasságban a teremtőnek a társai, adati munkatársai. És ezt hangsúlyozza másik fontos irányra a Patriarchis Konzorciumban, ami családi közösség, 1980-ban adták ki ezt az írást, nagyon meghatározó. Igen, fogadtatásnak a kedve szent az élet, és áldott az élet. Egy kedves életvédő munkatársunk, barátunk, többször elmondta a tanúságot, az ő fogadtatásának, a születésének körülményéről 1956-ban fogadt, pont akkor, amikor a nyáron az akkori magyar törvények lehetővé tették az abortuszt. Ő volt onnan már a negyedik gyermek, egyetlen szobában laktak a testvérei szüleivel, és az egyik nagymama, az édesanyjának az anyósa azt mondta, hogy hát most már lehetővé tette a törvény, nem kell megtartani a gyermeket, akkor vetesse el. Az édesanyja milyen hívő keresztény katolikus asszony volt, és a tévé és az édesapja. Vívódtak ezen, imádkoztak ezen, minden különböző a lelki atyához, akik megerősítették bennük azt, hogy igen, az élet a szent. És aztán úgy döntöttek, a szülői, nagymamai nyomás ellenére megtartják a gyermeket. Az volt a fő ír, az anyu
azon az ősszel átköltözött egy másik helyre a család, kaptak egy szolgálati lakást, és valahogy még kájának is sikerült lenni, és be tudtak költözni. Hosszú volt az ősz, és nem volt ideg. És azt mesélje ez a barátom, hogy amikor beköltöztek a lakásba, másnap, -20 fokra beköszöntött a tél, és a szülei megértették, hogy Istennek ez volt az ajándéka, a szülei szövetséget kötöttek Istennel az életért, és Isten értékelte ezt a szövetséget, és értékelte az életet. És aztán még született persze több gyermekük, összesen 15 vannak testvérek. Ennyire fontos, és ennyire szent az élet Istennek, és azt akarja, hogy a mi számunkra is az legyen. És hogyha teret adott az élet megfogalásának és megszületésének, akkor ő pedig életteret ad a földönkedésben és a boldog ember életi gondolkozásához. Persze, aztán manapság azzal is találkozunk, hogy vannak párok, akik szeretnének babát, de nem jön a baba, nem jön a párba vár a gyermek. És hát mélységesen együtt érzünk ezzel a fájdalommal, a gyermektelenségnek a fájdalmával, hogy egy az egy házaspás pár életébe jelentkezik, hiszen Istennek nem akarata a terméketlenség, ugye a Biblia első könyvében, a Teremtés könyvében, amiből hallottad Zsani atyától, van egy szép éve mondat, szakorogjatok és sokasodjatok, vagyis hogy Isten, aki az élet ajándékozója, azt akarja, hogy az ember termékenyedjen. De mit lehet tenni, hogyha úgy tűnik, hogy ez nem sikerült? A világ mesterséges megoldásokat kínál számunkra. Ferenc Pál az egyik körlevelében azt írja, hogy megismételve és hangsúlyozva előleit János Pál pápát és hatodik Pál pápát, azonban az emberi élet az nem jó. A szülőknek, a gyermeknek jó, hanem egyedül a gyermeknek van az jó, ha megfogad, akkor megszülessen is. Apja is a legyen, szülei legyenek. A gyermek élet a szülő számára ajándék. Ezt nem lehet követelni, hanem azt kérni lehet, és Isten megadja. De milyen szempontok alapján lehet segíteni mégis, hogyha nem jön a baba? Az egyházunk olyan tanítást ad, amely mindig összhangban van Istennek az emberrel elgondolt szeretettelmével, és azokat a kezdeményezéseket támogatja, hogy egy testileg, lelkileg és a párkapcsolat megerősítése szempontjából is segítik a párnak a nehéz időszakban. Van egy olyan fontos eljárás, ami nagy örömmel és figyelemmel követ az egyház, és már több mint 40 éve jelen van az egyházunk életében egy gyakorlatában, nem annyira ismert, nem elég ismert, de most már Magyarországon is jelen van, amely során a lehetőségi problémákkal küzdő párokat az orvosi gyógyítással segít. Ez úgynevezett helyreállító orvoslás. Hiszen Istennek tervében az áll, hogy a fogadás a házasság szeretete és egyesüléséből legyen. És a párok akkor is erre vágynak, hogy természetes úton fogadjon meg a gyermeket. Ha kicsit szigorúban fogalmazok, azt mondom, hogy nem lehet gyermeket gyártani, nem lehet gyermeket mesterségesen életre segíteni. Persze, ha így történik, ezt elfogadjuk. De van lehetőség arra, hogy természetes módon a terméketlenség gyógyításával segítsünk a pároknak. És akkor is van erre lehetőség, amikor valamilyen nehezetet vagy sérült a termékenység. A helyreállító orvoslás nem helyettesíti a házastársi együttlétet, a házastársi kapcsolatot. Nagyon fontos, hogy a pár szeretetteljes, udalgó egyesüléséből fogadjon meg az élet. Ez semmi nem tudja pótolni és helyettesíteni. És ez
Isten szeretettel ellenben bármi másik történt. Mi megvalósuljon az egyesülés életet adó célja. És hogyha a helyreálltó orvoslást megveszik igénybe a szeretett rászoruló párjaink, akkor itt a kezelések során megvan a nő és a férfi méltósága, nem kell egészségkárosító mellékhatásokkal számolni, nem manipulálják ilyenkor az ivassejteket, sem az emlékünk, hanem tiszteletben tartják meg a életet. Ez nagyon fontos az emberi élet szemléletétől a végén. Igen, de hát mielőtt megtörténne a házasság, és megszületne a család, az első gyermek létrejön a család élet, fontos tudni, hogy erre készülni kell. És ti döntően annak a kapujában vagytok, hogy házasságra készültök, és erre így persze készülni kell a papságra és a szerzetességre, és a kettő párhuzamosan tud egymás mellett. A nyáron a család a fizeti barát világ találkozóján voltunk Rómában egy kis magyar küldökség, van itt egy kedves párhuzatársai barátaim, akikkel együtt voltunk én, és ennek a gyümölcse eredménye volt a Szent Atyának az óhaja, aki kimondta, hogy a házasságra való fölkészítés bizony el kell kezdeni, nem a jeles oktatással, hanem valójában már a gyermekkorban és az ifjúkorban. Olyan módon, ahogy valaki, ha egy szentséget akar járulni, akkor végig kell járni, mint a katekumenátus, egy két-három éves fölkészítés, a házasságról a fölkészítés is egy hosszabb folyamat, ilyen katekumenális tanítvány formában, a tanítványjá, alakulás, nevelődés formájában való folyamatként kell ezt tenni, végezni. És most megjelent már magyarul is egy kis módszer, a könyvecske, katekumenális fölkészítés a házasságra, amely azt mondja, hogy bizony már úgy kell nevelni a gyermekeinket és a fiataljainkat, hogy készek legyenek arra, amikor jön a szerelem, a vonzódás a másik felé, és jön a vágy, akkor a szentségi házasság irányába tudjanak menni. Mi kormányon, mi alapítjuk őket a jó és szent irányba. Ne a világon kapjanak esetleg torzókat, amelyeket mintának lehetnek. És ebben a felkészülésben rendkívül kiemelt és rendkívül fontos, különösen a ti korosztályokban a fölkészülésnek egy nagyon lényeges hozzanata a tisztaság. Mit jelent a tisztaság? Van is egy ilyen mondás a Máté evangéliumában, van a 8 boldogságban, a boldogok a tiszta szívűek. Nyilván a tisztaság nem a fizikai tisztaságot jelenti elsősorban, hanem a lelki szellemi tisztaságot. De miért fontos a tisztaság, mikor azt látjuk, mintha ez egyáltalán nem lenne lényeges, és a körülöttünk lévő világ egészen más mond. Az ember alapvető vágya a boldogságra törekszik, boldogok akarunk lenni. Már Szent Ágoston, akiről el van nevezve az iskola, ahol vagyunk, ő kimondta vallomásra nagyon szépen fogalva az, hogy a te indításod bennünk, hogy gyönyörűség kicsérjük téged, mert magadban teremtettél minket, és nyugtalan a mi szívünk, ami csak el nem. Tehát az ember vágya Istenre, Istenben találja meg a boldogságát. És hogy a boldogságot kimondtak, azon választanunk kell a házasság, vagy esetleg a papság szerzetesség között az életünkben. De hogy boldog legyen a hivatásban való kibontakozás az életünknek, azt is tudatosítani kell, hogy a házasság, a papság és a szerzetesség is az egy szent kaland. Ki az, aki szereti a kalandokat, úgy csak a kezét? Ugye, az szóban van benne kihívás, izgalom, változatosság. A házasság az egy szent kaland, ami Istennek a szeretete van át. Én azt mondom, hogy megtudnak benneteket szent hivatásra, házasságra, vagy papságra, szerzetességre, ki
az, aki egy ilyen szent kalapba bele akar várni az élet folyamát, folytatják, mondjuk tanul a kezét. Így van, én már benne vagyok, azt gondolom, meg van, aki már benne van. Ez egy szent alap, és ez a szívünknek a tisztaságnak kell. Az ókorban nagyon jelentős a szív. A Bibliában többször előfordul ez. Zsoltárban a szívet tisztaságát őrizte. Mit jelent ez? Hát nem egy belső szervező szám, biológiai szempontból, hanem az ember személyiségét jelenti, testét, lelkét, kifejező valóságot, a gondolatait, a vágyait, az érzéseit, egész személyiségünknek a centruma. Így gondolták ezt, és így gondoljuk, hogy most itt már akkor még nem volt agyutatás, tehát nem tudtuk, hogy van konfliktus, de is van, van a szívünk, de a szív tisztasága ezt fejezi, az egész személyiségünk van is. Igen, a gondolataink, a vágyaink, a cselekedeteink, a nézéseink, a tetteink, azok evangéliumjaink. És hogy bátran fölvállaljuk ezeket. És hogy megvalljuk azt a hitünket, az állapotban a tisztaságban van, hogy a férfiak és tőle teremtette Isten az embert, és hogy a férfi és a nő kapcsolódásától ez boldog az ember igazán, és hogy ez nem cserélhetővel semmi mással. Az állapotban a tisztaság azt jelenti, hogy ha valaki házasságban él, akkor a házastársához ragaszkodik, hogy csak vele gondolatban, testi kapcsolatban, érzelmeiben vele kapcsolódik, olyan gondolatban, kapcsánkban a szerzeteségünk pedig a mennyek országért való elindulóságban való tiszta élet is, és gondolatok vágyok vállalása és megküzdésednek. Mit jelent a tisztátalanság ennek az ellentétre? Egyáltalán van egy ilyen, mert mit jelent az, hogy bűn? Hát a mai világ olyan, mint hogy azt mondja, hogy nincs bűn. Hát vannak törvények, pedig azok a törvények arra valók kiátszódnak. Van kis magunk, beszélt bennünk az egyház. Hát nem az egyház találta ki, hogy azt mondja, hogy minket itt megyek esetben a bűn. Hát szabadnak kellene, és így boldog lehet az ember, hogy mindenki kell próbálni. Egy életünk van, aki menetél, nem kell zsúfolni, nem? Mi a bűn? De akar korlátozni bennünket az egyház. Nem. A bűn az miért rossz? A bűn azért rossz, mert a bűn a jónak a hiány. A bűn az igaznak a hiány. A bűn a szépségnek, az igazi szépnek a hiány. És a bűn az a rombolás. A bűn az pusztulás. Ami persze nagyon csábító, ez a kísértés. Ki az, aki szeretne a bonikot, hogy csak van a kezét? Hát nem sokan. Tulajdonképpen érdekes, hogy életem először tonikot ittam, hát ez mi az, belecsorkoltam, de jó, finom, édes, ezt pedig a negyelben akar, bocsánat, de keserű, ugye? Hát gyerekként ez nem elszámítottam. Na most ilyen a nő, édesnek érzik, mutatja magát, akkor az elején édesnek is mint aztán keserű lesz. Egy nagy csapda. És hogy amikor az egyházunk szeretett törvényeket állít föl, akkor védelmet akar adni, akkor biztonságot akar adni, hogy vigyázz, ne menj el a rombolásnak és a pusztulásnak az útján. Ezért fontos tisztasággal készülni a párkapcsolatra, a házasságra. Azon túl, milyen következményei lehetnek ennek, az ember jelen az teljesen elkobhat a tisztátalanságra, és később aztán a hűtlenségben. És további rosszaságok is lehetnek ebből, és bűnök következnek. Isten bennünket tisztának szeretne. De olyan lehet tisztaságban élni ebben az imádban? Hát, hogy komolyan veszem Krisztust, hogy komolyan veszem a Krisztusi életet, a keresztény életet, az imádságot, a szentségeket járulást, a szentülést, a szent áldozást. És hogy bensőséges kapcsolatot állom Istennel, ő a tisztaság forrása. Ő legyen vele az első számú intimitást, az első számú bensőséges kapcsolatot.
nem kapja az imádság, nem a házi feladat, amit kiki Pál úr elmondjuk egy szép szöveget, az egy bensőséges kapcsolat az Úrral, aki mesterünk, aki a szerető atyánk, aki a nagy testvér Krisztusban, aki a mi Istenünk. És aztán fontos, hogy mi a tisztaságunk, hogy azt a örömmel éljük meg, az nem valamiféle összeszorított valóság, hogy hát muszáj így lenni, de hát tetszik már, vagy valahol csak tudjon, nem ez a tisztaság, az örömet kell, hogy jelentsen. És hogy bontakozzák ki az örömmel, közösséget, mert nagyon fontos a közösségi együttlét, nagyon fontos a sport, nagyon fontos a közösségi vidám együttlét, közös személyés, közös kirándulások, ezek mindig az segítik, ami a bennünket tiszta életet erősíti. Fontos, hogy olyan nemes dolgokat csináljunk, hogy megnemesítenek bennünket. Ha valaki jó, szép dolgokkal foglalkozik, ilyen olyan filmeket nézve a zenét hallgat, olyan dolgot néz az interneten, olyan mondó, az visszahat rá, maga is szép élesz, és méltóvá lesz arra, hogy a házassága vagy esetleg a papságra szerzetességet tudjuk készülni, és ha megmaradjon. Ha megpróbáljuk ezt a tisztasági alatt, akkor megtapasztaljuk, hogy milyen fantasztikusan fölfokozza a mi ajándékainkat, a szellemi teljesítő képességünket, a testvéleti egészségünket, a jellemünket. Tudjátok, a tisztasággal való megküzdés és megmaradás egy óriási előkészítő iskolája a szép házasság. Persze valaki azt mondja, hogy nem vagyok tisztaságban, mert mi járunk együtt, lehet újra kezdeni. Lehet mostantól elkezdeni. Mindig lehet újra kezdeni. Óriási ajándék. A tisztaság és a benne a megmaradás, a megküzdés az jó, a szép dolog, az nem egészségtelen dolog, hanem ha van egy cél, készül, Isten betölti a hányokat, és akkor kivontakozok bennünk. Ha csak törvényként nézek, muszáj, teljesen változatlan, akkor nem betölti. De a tisztaság az kivontakoztat Istenességhez. És hogyha sikerül ebben megküzdeni, akkor el tudsz érkezni a házassághoz. És a házasságra is meg tudsz maradni ebben az állapotban, a tisztaságban, olyan szépen elmondod, az egyik csoportban hallottam, a Gianni Becker megöltése kapcsán, kedvesen fölrajzolták, hogy egy házat, hogy hát tulajdonképpen a házat valamiképpen közel van a házassághoz. Így van. A házasság egy közös házépítést teremt. A házasság közös, de ezt tudjuk mondani, hogy ünnepét alapfeltétel. Ahol nagyon-nagyon fontos, hogy mit kerül abba az alap, aki természetes képességét, szerelmetek, szülők, támogatása, segítséget, barátok, rokonok, az imádságok is fontosak, de legfontosabb az, hogy már ott jelen legyen az alapozásnál, az alapkövetlenül, és egy egész házatok van, közös házasságokon van a testi szellemi házatokra is lehet. Ő az a biztonságot adó harmadik személy, akire mindig lehet számítani. Mert egy olyan szent, alapú házasság, akkor nagyon szépen nézzük, hogy drága magyar jelünk azt mondja, hogy házas fele. Tehát a házasságban két fél van. Az egyik fele, úgynevezik feleség. Így is mondja magyar. A másik a nem félségnek mondja. Az a vége, az a másik fele. Tehát az egészség, a vélés, a nyilag vélés, a feleség együtt. Ez a házasság. Szent valóságon kezd. Tisztán tudjátok megérni a házasság kapcsolatban, akkor ez egy Isten dicsőség és egy imádság. Az önzetlenül átélt házas élet az egy imádság. Istennek az áldása, ajándékozása. Tehát ilyen egészséget kívánok nektek, hogy a házasságra készülök, hogy legyen boldog és áldott a ti kapcsolatok a házassággal. Amiről az, hogy a Ferenc Pápa az Adonis Leticiában a Szent Háromság Isten szeretett közösség és a család, az ő élő üdvözlődése. Ahogy az Atya és a Fiú egymás közt egy végtelen szeretet állandása van, természet fölött, hogy mondani, végtelen szeretet kapcsolat,
mondja Ferenc pápa a fiataloknak szóló körlevelében, Krisztus lélekben, Krisztus éljen, ő itt él közöttünk velünk, azt mondja, kedves fiatalok, ne engedjétek, hogy ifjúságotokat arra használják, hogy a felszínes életet népszerűsítsék, mert összekeverik a szépséget, a külsőségekkel. Hát igen, arra hívlak titeket, hogy vállaljátok ezt a szent feladatot, és a terror, a körkészülést, az állatot, a biztosát, a körömben megélve, és hogy ez legyen tanúság felül, ez legyen sugárzó a környezetünkben. Még akkor is, hogyha megkeresztettek küzdeni, még már a katonák nem keseredtek, akkor küzdeni kellett, hanem ha még egy harcolás érte őket, és sírés tudnál, és mentek tovább, ez a lelkesedéssel induljunk. Azt mondja, Péter apostol az első levelében, mert az az Isten akarata, hogy jót cselekedve elnémítsátok az oktalan emberek tudatosságát. Tegyük az evangélium, a szépet, az igazat, a tisztát. És ez világban fogunk. Mert nem csak jónak kell lenni, de jónak is kell látszani. Azt tud mondani. Azt mondja, hál' apostolok, a filippieknek levelében nagyon szép. Zúgulódás és tüzavala nélkül tegyetek meg minden, hogy kifogástalanok és tisztán legyetek. Istenben átadtam gyermekét a gonosz és gonosz nemzetékben, amelyeket úgy kell ragyogjuk, mint a csillagoknak a mindenségben. Hát ragyogjuk, mint a csillagoknak a mindenségben, tisztaságban, az evangélium ígéret befogadásában is. Életkívánásában, örökben, szabadon, örökben, szabadon, örömmel